Szeretettel és tisztelettel köszöntöm kedves nézőinket. Hírérték című műsorunkat látják. Ebben az adásban visszatérünk egy kicsikét nagyon megható és szép kedves témánkhoz, a Kárpát-medencéhez, nemzetünkhöz, hazánkhoz. Szeretettel és tisztelettel köszöntöm dr. Szakály Róránd urat, közgazdász, történész urat, akinek különös tekintettel az élet is úgy hozta, hogy a hivatásán túl, a szakma tiszteletén túl, ez nagyon rangos feladatot adott korábban a gazdasági minisztérium területén a Kárpát-medencei főosztályon belül, ahol szinte egyedül állóan indította a Vekerle terv elnevezésű nagyon szép programot és projektet, amiről itt már volt szó korábban, akkor önt sajnos nem tudtuk elérni, de most itt van a fő felelőse témavezetője ennek a területnek, amiről nyilván ön is gondolatokat elmond. Kedves nézőink felé azért tájékoztatásot szeretném elmondani, hogy Szakály úr a Partcímy Keresztény Egyetem főállású tanára, menedzsment tanszéken, turisztikai tanszéken, hazai idegen forgalmi turizmus területén is járatos, de természetesen az ő kompetenciája a Kárpát-medence és ezen belül Erdély, Székelyföld. És jó is, hogy erről beszélünk, mert Erdély elnevezés alatt nagyon sokan nem tudják, hogy mit is kell érteni. Ön viszont pontosan ezzel foglalkozik. Kutatási témái között az Európai Unió regionális politikája, különös tekintettel a határtérségekkel az úgynevezett mesterséges határkérdésekkel összefüggő problémakört is felüleli. Menet közben majd beszélünk mindarról a nagyon szép kutatási témáiról, amelyek megerősítik, megalapozzák, számunkra pedig még jobban megérthetővé teszik ennek a külön, nagyon természetben is gazdag, természetkincsekben is gazdag térségnek a történelmi múltját, jelenét és feladatait. Parancsoljon! Hát nagy szeretettel köszöntöm magam részével is a kedves nézőket, és kedves szerkesztő azt, hogy engedje meg, hogy a pontosítással kezdjem. Sajnos nincs meg egyelőre a doktori címem, de bízom benne, hogy ha egy év múlva itt találkozunk, akkor a megszólítás az helyes lesz. Nagyon szépen köszönöm ezt a tartalmas és rám nézve mindenképpen dicsérő szavakat tartalmazó bevezetést. Köszönöm szépen a meghívást, és igen, érintett a szerkesztő asszony az Erdély versus Partium kérdést. Én nagyváradi születésű vagyok, jártam iskolába Kolozsvárra, tehát kicsit ezáltal erdélyi is vagyok, de én azt gondolom, hogy napjainkban tehát az én felfogásomban, amikor romániai magyarságról beszélünk, akkor egyben erdélyi magyarságról is beszélünk. Véleményem szerint a Partium kifejezés, amelyik fogalom, amelyik egyre inkább bekerül a köztudatban, itt gondolok arra, hogy ugye bizonyos autonomista mozgalmak is elindultak az utóbbi időben a Partiumban. A Partium újból megpróbál megjelenni a köztudatban, de azt gondolom, akkor se tévedünk, hogyha akár a nagyváradi magyarokat is egyszerűen csak erdélyi magyaroknak hívjuk. A pontosítást két oldalról is köszönöm. Az, hogy az ember így megelőlegez valamit, hát természetes, ha azt hallom, hogy a doktorira készülő doktori iskola, de főleg inkább az befolyásol, ahogyan ön a szakmai munkáját végzi és végezte a minisztériumi kereteken belül. Ezt most külön szeretném kiemelni. Nagyon szép az a témakör, amikor a mesterséges határok innen és onnan élő magyarságának a kérdésével foglalkozik. Részben ugye a kapcsolatteremtés, a megélhetés gazdasági, kulturális területen, és ebben külön helyet elfoglaló turizmus területet illetően, amiért ön kitűnően ért és motivál. Oktatja is ezt természetesen, ezt a tárgyat tanítja. Egy picit avasson bele bennünket ezekben a folyamatokban. Az a megtiszteltetésért, hogy 2005 óta oktatok, 2008 óta főállású oktatóként a nagyváradi székhelyű Partciumi Keresztény Egyetemen, és ezt Budapestre szakadt, Budapesten élő, de nagyváradi születésű emberként ezt valahogy egy isteni adományként élem meg, és nagyon, nagyon örülök, hogy ez a lehetőség nyitva áll számomra, és bízom hogy benne, hogy ezt még sokáig fogom tudni csinálni. Az egyetemen belül elsősorban három tantárgy az, amit
amit oktatok. Az egyik a turizmus gazdaságtan, a másik az Európai Unió gazdaságtana, illetve ami nagyon, nagyon fontos és praktikus tudást jelent, főleg a határtérségekben, ez az Európai Uniós pályázatok menedzsmentje. Nagyon jól említette szerkesztőasszony, hogy a határrégióknak a kérdése az egy nagyon-nagyon aktuális kérdés, és az uniós csatlakozásunkon keresztül ugye lehetőség van arra, hogy bizonyos uniós források keresztül is támogatni azokat az együttműködéseket, amelyek végső soron azt a célt szolgálják, hogy a határok jelentősége, a határok elválasztó jelentősége az csökkenjen, és a határ két oldalán élő közösségek, emberek, ugye sajátos történelmünkből adódóan mi nagyrészt olyan határszakaszokkal vagyunk körülvéve, ahol saját nemzettársaink, a szomszédaink, ilyen ez az eset mondjuk a Páciumba is, vagy Nagyvára környékén. Tehát lehetőség van olyan projekteket megvalósítani, amelyek amelyeknek mind gazdasági, mind kulturális, mind pedig turisztikai haszna van. Ezeket nagyon fontosnak tartom, és az a megtiszteltetés is ért, hogy részt vehettem abban a szakmai műhelyben, amely kidolgozta az új Széchenyi tervet. Ugye azt az új Széchenyi tervet, amely a mai magyar kormány gazdasági fő sodratát, fő célkitűzéseit jelöli ki, és nagyon-nagyon örülök és büszke vagyok arra, hogy ebbe a tervbe, ebbe az átfogó stratégiai gazdasági tervbe sikerült elfogadtatni és helyet találni az egységes Kárpát-medencei gazdasági térség gondolatának. 2010-ben lehetőségem adódott arra, hogy a közigazgatás területén is belekapcsolódjak abba a munkába, amely ennek a Magyarország szempontjából nagyon is észszerű gazdasági együttműködési rendszernek a kidolgozására irányult, és a Nemzetgazdasági Minisztérium főosztályvezetőjeként részt vehettem abban a munkában, amely kidolgozta a Kárpát-medencei magyar-magyar együttműködésre vonatkozó gazdaságfejlesztési tervet, amely a Vekerle terv nevet kapta. De ezentúl azt is meg szeretném említeni, hogy a minisztériumként élére álltunk azon kezdeményezéseknek is, ami arra irányult, hogy a határon túli magyar közösségek megfogalmazzák a saját gazdaságfejlesztési elképzeléseiket, és ennek keretén belül jött létre például az erdélyi Mikó Imre gazdaságfejlesztési terv is. És jelenleg folyamatban vannak a többi határon túli magyar közösségekben is a gazdaságfejlesztési terveknek a kidolgozása. Ehhez nagyon sok terepjárás volt, hogy egy picikét így mondjam, majd hogy nem szaknyelven. Emberi sorsokkal találkozott, életközösségekkel. Sikerült megfogalmazni a regionális versenyképességnek a feladatsorát is ezekben a munkáikban. Kérem arra, hogy néhány szemléltethető, személyesen megélt példát, megélt helyzetet próbáljon, akarjon nekünk egy kicsit elmondani, mi mindent jelent egy ilyen munka, amikor szó szerint fel is mér helyzeteket, emberekkel kell beszélnie, hisz a statisztikai adatok mögött mindig életek és maga történelem húzódik meg, amit ön rendkívül tisztességgel, lelkesen, szívvel, tényleg odaadóan művel, nem véletlenül alakult ki az ön égisze alatt a Vekerle terv, és ebből kiágazóan majd a Mikó terv. Ne csak a neveket említsük, mint terv, kézzelfogható, érezhető, gyönyörű szép, olykor sajnos azonban keserves valóságot is. Parancsoljon! Hát azt kell elmondanom, hogy a határon túli közösségek, ezen közösségeknek a képviselői nagy örömmel fogadták azt a szemléletváltást, amit a jelenlegi magyar kormánya gazdaságpolitikájában is megtestesít, mégpedig azt a gondolatot, hogy érdemes nekünk Kárpát-medencében gondolkodnunk. És nagyon fontosak a kulturális oktatási kapcsolatok, de legalább ilyen fontosak a gazdasági kapcsolatok is. Nagyon fontos az, hogy a Kárpát-medencét
egy olyan térséggé tegyük, és ehhez Magyarország a saját érdekében és a saját tehetségénél, súlyánál, képességénél fogva hozzájáruljon ahhoz, hogy a Kárpát-medence az egy élhető, gazdaságilag is prosperáló térség legyen, mert csak ebben az esetben tudjuk azt elvárni a határon túli magyarságtól, hogy helyben maradjon, megmaradjon, és helyben gyarapodjon. Úgyhogy a személyes élményként tudom elmondani, hogy nagy volt a várakozás a határon túli magyar közösségekben az iránt, hogy Magyarország ilyen szempontból is rájuk figyel. Mindenhol készen álltak arra, hogy bekapcsolódjanak a szakmai munkába. Hozzátegyék azokat a gondolatokat, azokat a célokat, amelyek ők tudnak legjobban megfogalmazni önmagukra tekintettel. De ha már ilyen személyes példát tetszett kérni tőlem, azt gondolom, hogy a rám talán legnagyobb hatással az a négy felvidéki esemény volt, amikor a helyi szervezőkkel együttműködve olyan fórumokat szerveztünk kis felvidéki magyar falvakban, ahol azt próbáltuk bemutatni magyarországi, illetve erdélyi példákon keresztül a helyieknek, hogy hogyan tudja egy közösség, egy kis közösség megszervezni önmagát gazdaságilag. Igen. Valamilyen szinten, ugye nem jó kifejezés az, hogy önellátás, mert a mai modern világban teljes önellátásról beszélni... De önerő az létezhet. Badarság. Igen, de nagyon sok minden van, amit egy közösség, akár gazdaságilag, önmagán belül meg tud szervezni. Igen. És éppen a napokban találkoztam a felvidéki magyar közösség egyik vezetőjével, Farkas Iván úrral, aki elmondta, hogy annak a négy rendezvénynek, amit mi még 2011-ben szerveztünk, nagyon nagy hatása volt a felvidéki közösségekre, és megmozgattunk olyan energiákat felvidéki magyar falvakon belül, eddig szunnyadó energiákat, amelyek talán ezen kezdeményezések nélkül nem jöttek Mit volna létre. Mit beszél múlt időben? Ez már lecsengett? Ez egy folyamat. Is generálja, benn van ebben a folyamatban? Jelenleg nem vagyok benne, elindítottam valamit, ennek is örülök, bízom benne, hogy még hozzá tudok majd járulni valamilyen módon. Most csak arról szerettem volna beszélni, hogy volt négy kis esemény. Szakállai úr, azért aminek... engedjen meg nekem annyi megjegyzés, hogy aki ilyen eredményeket ért el, ilyen fantasztikus reakciókat váltott ki a felvidéki kisközösségekből is, éppen az erdélyi romániai példákon keresztül, ezt a fajta szaktudást nem felhasználni, nem alkalmazni, nem folyamattá tenni. Kedves nézőink, magánvéleményemet mondom, ez egyszerűen nemhogy nem gazdaságos, szabályosan úgy érzem, hogy rossz lépés. Én remélem, hogy ezt sikerül kijavítani, hisz aki ennyire beleásta magát, ennyire meg tudta indítani nemzetközi szinten is ezeket a projekteket, erre a munkára nélkülözhetetlenség kimondásával igenis szükség van. Elnézést parancsoljon. Hát köszönöm szépen. Én azt gondolom, hogy az, hogy éppen hol vagyunk és mivel foglalkozunk, ez egy... Én egy hívő ember vagyok, azt gondolom, hogy semmi nincs véletlenül, és hát szívesen állok annak is elében, hogyha mondjuk ezt a típusú munkát valamikor folytathatnám, de azt gondolom, hogy ahol jelenleg vagyok, ott is hasznossá tudom tenni. Az biztos, hogy a szívem csücske az a Kárpát-medence, és azon belül a Kárpát-medencei gazdaságfejlesztés. Nézze, Szakállai úr, ön a Romániai Magyar Közgazdaság Tudományi Társaságnak is a tagja, prominens egyénisége. Nagyon sok kapcsolata van. Úgyhogy ez a nyelvi tudás is, a hozzáállás a témakörhöz, a két kultúrának együttműködési békés esélyét is továbbiakban segíthetné. Itt van ugye Verespatak, még mindig áll a bál, még mindig nincs semmi elrendezve. Szentül hiszem, hogy ezekben a témakörökben is nagyon is kúrens tárgyaló fél, és tud akár a Vekerle, akár pedig a Mikóterven belül újra élesztendően ebben a témában saját személyével és az ön köré csoportosulható és csoportosítandó közösséggel, szakmai közösséggel
a magyarság előnyére dönteni, egyáltalán a természeti, földrajzi környezet megmentésére is dönteni, nem beszélve az ottani emberek érdekét kifejezendő. Az egyik téma, amit jövőképekben ön és egyáltalán a munka felrajzol, ez a 2020-25-ös évek jövőképének a elővetítése, bővítése, ez a Duna-Tisza köze fenntartható fejlődést jelentő koncepció kérdése, szintén az egyik, ha úgy tetszik, szakmai horizontjának egyik mérföldköve. Az előretervezés. Ebben benne van szó szerint a területi együttműködés, amire ön kitért a gazdaság és a Kárpát-medencei vetületekben. Mennyire sikerült előrelátni? Hisz ez a 20-25-ös esztendő, mint terv, ez nagyon sok kutatási területnek, mint egy ilyen időbeni mesdjéjét is jelenti. Önök is úgy látszik, hogy ebben a témakörben időben így is tudnak gondolkodni. Megint a magyar kérdés, sorshelyzetek, a gazdaság, ezen belül nem csak az oktató tárgyaknak a mélysége és a témaköre jelenik meg, hanem hiszem sokkal több. Sokkal több. Igen. Talán kormányszintű oldalról is segítendő ez a munka, sőt, biztos vagyok benne. Igen, azt gondolom, hogy egy sorsdöntő időszakban vagyunk, mindannyian, beleértve a kormányzatot is, de mi szakértők is. Ugye most készülnek azok az Európai Uniós dokumentumok, amelyek meghatározzák, pontosan, hogy a 2014-2020 közötti Magyarország számára rendelkezésre álló forrásokat, unióból származó forrásokat, azokat hogyan fogjuk felhasználni. Felhasználni, és ugye az a legfontosabb kérdés, hogy ezeket a forrásokat okosan, hatékonyan és a lehető legjobb projektekre használjuk föl. Példaként visszacsatolva arra, amivel tetszett hivatkozni, még korábban elkészült egy olyan koncepció, ami azt a Duna-Tisza közének, azon belül a homokhátság fenntartható fejlődésének a megalapozásáról szól. Nagyon bízunk benne, hogy most a 2014-20-as programozási időszakban ez a terület is sokkal nagyobb figyelmet fog kapni. De ezen túlmenően engedje meg, hogy egy örvendetes dologról beszámoljak, és pedig ez a kérdés a napokban van napirenden. De úgy tűnik, hogy akár kormányzati szinten is komoly szándék mutatkozik arra, és eltökéltség is, hogy megpróbáljunk minél több uniós forrást a Kárpát-medencén belüli együttműködésre fordítani. Ez egy újdonság az elmúlt időszakokhoz képest. Eddig az volt a fő szempont ezen nagyon jelentős források felhasználásánál, hogy ezeket a forrásokat csak határon belül, tehát ország határon belül lehet felhasználni. Történt egy paradigmaváltás. Talán leszünk elég bátrak ahhoz, hogy megfogalmazzuk, és hogyha ha szükséges, akkor akár Brüsszel felé is kiálljunk azon jogos igényünk mellett, hogy nekünk vannak olyan nemzeti, akár magyarországi, magyar gazdasági érdekeink is, amelyeket csak Kárpát-medencei szinten tudunk érvényesíteni. És nagyon bízom benne, hogy ez azt fogja jelenteni, hogy például a Kárpát-medencei szintű együttműködésekre az eddigieknél sokkal-sokkal jelentősebb források fognak rendelkezésre állni. Szakállai úr, olyan mély hittel tolmácsolta a jövőképnek ezt a pozitív irányban történő fejlesztését, hogy én abszolút társulszegődöm, hogy ebből a hitből gyakorlat is lesz. Ennek a mi beszélgetésünknek egyébként is ez a cím, hogy legyen hited, van hazád, nemzeted. Ha ezt a magyarság öntudata, önbizalma, önakarata is felvállalja, akkor valóban ebben a kiterjesztett, nagyon szép Kárpát-medencei millióban
ismét lehetne olyan haza és nemzet, amely az erőforrásait, a természeti erőforrásait, a széleskörű tudás erőforrásait megfelelő irányban tudja elsősorban saját maga felé fordítani. Ugyanakkor azonban nagyon nehéz helyzetekkel is szembe kell nézni, amely a bankoknak gyarmatosító szinte területeink egy gyarmatosító politikáját is jelenti. Nagyon nem könnyű ezzel a pillanatnyi helyzettel megbirkózni. Éppen azért én végtelenül hálásan köszönöm önnek, hogy ebben a nehéz gazdasági szituációban, megszorítató szituációban ilyen gyönyörű, szép és indokkal felvázolt jövőképet tudott számunkra felmutatni. Nyilvánvaló, hisz ön ebben a témában valóban együtt tud élni földdel, nemzettel, erőforrással. Csak ezek a nagyon szép kutatási témák, együttműködő, és ahogy a Felvidéket is említette, érzéseket és új feladatokat is felvállalni akaró népesség befolyásolása. Ez töretlenül menjen tovább. Én csak azt kívánom önnek és a kis közösségének, hogy ezt tudja vinni. Emlékszem, jókorán az egyik olyan tévébeli megjelenésükre egy nagyon szimpatikus kollégájával, amikor a jótékonysági oldalról közelítették meg, mi mindent lehet adni. Nem azért a feltűnésért, vagy a megnyerem és ott hagyom a nemzetemet, annak a részét, akihez szólt ez a bizonyos jótékonysági tett folyamat, hanem elsőként indultak el. És ez is a Kárpát-medencei megközelítés megfogalmazásában zajlott. Nagyon hálás vagyok ezért a gesztusért is önöknek. De azért még egy picit engedje nekünk betekintést ebben a jövőképben, ahogyan az ön lelkében, szívében, a szaktudásával együtt megfogalmazódik. Több minden is eszembe jutott most szerkesztőasszonyt hallgatva. Tetszett említeni a bankok szerepét, ugye az utóbbi időben sok kritika éri a bankszektort, de azt gondolom, hogy a pénzügyi folyamatok, vagy a bankszektorhoz kapcsolódó folyamatok is jó irányba haladnak itthon, de ha már Kárpát-medencéről beszélünk, akkor engedje meg, hogy azt azért kihangsúlyozzam, hogy a céljaink elérése érdekében például elengedhetetlen lenne, hogy előbb-utóbb létrejöjjön egy Kárpát-medencei fejlesztési bank. Egy olyan magyar bank, az sem baj, ha nem csak magyar, annál jobb lenne, hogyha együtt tudnánk működni bizonyos projektekben a szomszédos nemzetekkel, a szomszédos országokkal, de mindenféleképpen szükség lenne egy olyan dedikált bankra, amelyik Kárpát-medencei fejlesztéseket képes megfinanszírozni, természetesen üzleti alapon. Világos. A másik dolog pedig, mikor a jótékonyságot tetszett említeni, megragadom az alkalmat, és elmondom, hogy 2003-ban, akkor egy kicsit kiábrándulva az akkori kormányváltás után, és érzékelve azt a fordulatot, ami a nemzetpolitikában megvalósult, barátaimmal létrehoztunk egy alapítványt, amelynek neve Hármas Halom Alapítvány, és nagyon büszke vagyok arra, hogy 2005 óta folyamatosan működtetünk egy olyan ösztöndíj programot, amelynek célja Kárpátalján magyarul tanító pedagógusoknak az ösztöndíjban részesítése. És ezt 9. éve csináljuk, kollégáim éppen szombaton, 25-én, ugye 4 nappal ezelőtt fognak Beregszászon lenni és átadni az ösztöndíjakat. Nagyon nagy öröm az, hogy segíteni tudunk körülbelül 100-140 olyan pedagóguson egy szimbolikus ösztöndíjjal, ez 40 000 forint évente, olyan embereknek, akiknek 40 000 forint a havi fizetésük. És ezt 9. éve tudjuk csinálni, ezt a programot vinni, abszolút civil alapon, ebbe semmiféle állami pénz, állami támogatás nem volt. Például a jótékonyság alatt én ezt is értem, hogy én erdélyiként én kezdeményeztem azt, hogy kárpátaljai magyarokon segítsünk, mert talán ők vannak a legnehezebb helyzetben a határon túli közösségeink között. Szakári úr, én nagyon tisztelettel köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm azt is, hogy a műhely munkában is betekintést engedett mindannyiunk számára. Kedves nézőinknek pedig figyelmébe ajánlom egyre inkább
Szakáli Loránd úr és közössége munkásságát, szívből remélve azt, hogy egy sokkal nagyobb apparátus állami szinten ismételten, de jobban odafigyel ennek a közösségnek a munkájára. Talán együtt így sokkal intenzívebben tudjuk szolgálni annak a populációnak az élet sorsát, amit úgy hívunk, hogy nemzet, haza, magyarság. Sok nemzetiségével, népességével együtt. Ez a minden, amit elhangzott létünknek is a tétje, ha úgy tetszik, újraértékelt fundamentuma. Hogy ezt modern értelemben paradigmaváltásnak hívjuk-e, ennek is megfelel. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást ismételten. Kedves nézőinknek további szép programot kívánok. Viszontlátásra!